Na, tumida az lakarancillag. Szervusz, kalmam, kalmam. Mit keresel errefelé te? Festményeket néztem, mondom, veszek valamit, de egyik se tetszett. Hol jártál, Bizományiba? Nem, a Nemzeti Galériába. Meg benéztem a Cép Művészetibe is. Ott én is jártam, de most nem volt semmi érdekes. Ja, valami Mobil Jani vagy ki volt. Na. Az Modigli Jani, te hülye. Nekem nem jön be, el van nagyolva nála minden. Én El Grécót akartam venni, de aztán a Nemzetiben nagyon megtetszett egy Székely Bertalan is, úgyhogy gondolkodóba estem. Én valami különlegesre vágyom. Ha elég baj, hogy elvitték a Picasso-t Budáról, pedig ott jó cuccok voltak. Ja, az a nő a fotóiben, ahogy olvas és elkanyarodik az arca, hát az... Hát igen, Picasso jól festene a nappalimban. Hát nekem kérlek, eredeti Leonardo másolatom van a... konyhában a csaptelep fölött. Nekem van Gogom is. Te figyeld már azt a csákót ottani. A mobilost? Ja. Milyen mobil az ott? Majd mindjárt megtudjuk. Biztos ide adja. Főnök, világbajnok női parfüm van, nem érdekli? Hát jó, hogy nem tangabugyit akar rám sózni. Az is van, testvér, az is van. Érdekli? Van spongyabobos, meg USB-s is. USB-s tangabugyi? Az hát, tölthető, mert internetről letöltöd a nőt, azt belerakod a bugyiba. Aha. Figyeljetek, nekem most mennem kell. Álljál meg fele picikét, testvér. Az ottan nálad milyen telefon? Galaxisos? Igen. Akkor igen. Az gyári hibás. Nekem semmi bajom vele. Na, figyelj, az gyári hibás, mert az egyikbe sincs Galaxis, csak úgy mondom. Úgyhogy az kamu, meg folyton kiég, meg lemerül a akku, meg nem indul el rajta a bublijáték se. Na, figyelj ide, ide adod, azt hónap hozunk neked egy rendes jó telefont, jó? Na gyere majd pont ide. De nem, én nem akarom odaadni nekem, ez tökéletesen megfelel. Na, add már ide, ne kelljen már elvenni, na. Figyelj! Nagyon jó Agfa telefont hozunk helyette, lejátsz a kazettát is. Ferrokrómost is viszi. Meg a tűzkazettát is lejött. Kazettát a mobiltelefon. Aha. Meg USB-s tangabugyi. Na, mondjad, melyik érdekel? Figyelj, egyet fizet, kettőt kap van. Ide adod a telefont, az kapsz egy bugyit, meg egy akfatelót. Na? De gyerekek, ez egy értékes telefon. Gucci táska festményekkel, nem érdekel? Ha bonyolult, ha nem viheted. Van benne Raffaello is. Figyelj ide, van Munkácsi freskó itt ebbe a nejlomba. Most kapartam le, érdekel? Nem kell. Na most ragaszthatom vissza, hogy rohannám. Mekkora munka lesz az neki? Közmunkácsi. Figyelj! Ezért a vacak telefonnél, amit most itt togatsz nekünk, megkapod ezt a szép eredeti sagát. De ez egy képes lap. Az hát, ha ő festette, rá van írva. Képes lapot, sagál? Most kell vagy nem kell? Figyelj, van olyan, hogy kék sagálú Hercegvára. Bartók vezényel rajta, kazettán, no? Litván szunyogháló, nem érdekel? Szlovén hajlak.
Mit kezdjek én a hajlakkal? Hát most itt vitatkozik hajlak meg, ha komolyan mondom. Figyelj, én ne nagyon érveljél, jó? Honti Hanna Bakeliten? Utolsó előtti ajánlat. Profi fotó Mátyás királyról, na? Akkoriban még nem is volt fotó. Mindig érvelsz, ezért van ilyen szár telefonod. Kék lepke érdekel? Főnök, karórád eladó? Nincs karórád. Na, akkor vegyél egyet, itt van. Ismerősz vagy te nekem, nem te vagy a édes életből a Emilio? Én? Persze, hogy ő az csak most itten dumál. Figyeljé, horvát receptfüzet, nem érdekel? Fogyókúrás. Nekem nincs bajom a súlyommal. Ha neked nincs, de a mérlegnek annál inkább. Na, most mondom a tutit, figyelj ide. Update 1-es bolgár sushi érdekel. Az milyen? Baromi rossz az. Plovdivból hozuk hévvel. Onnan jár ide hév? Mely a Plovdivot elhitted? Na fűzzed tovább a csávó. Főnök, japán zsírkréta, csipes. Miért kell bele csip? Drágább legyen, amilyen. Utolsó ajánlat, fehér orosz morzsaporszívó, na? Hát köszönöm, de fehér orosz termékek nem érdekelnek. Akkor befestem, na. Barna orosz, ami... Nem. Portugál mélyhűtő van. Mondom, hogy nem. Most tényleg mélyhűtő sem érdekel? Vigyázzam, mert átküldöm a fagyasztóvédelmi felügyeletet. Figyelj, jeges legutolsó ajánlat jön most. Szlovén porckorong gyógyszer. Nem lejárt, érdekel? Biztos hamisítvány? Ha nem kamulopott, ha ne csinálj. Jobbát mondok, migráns érdekel. Hogy migráns? Igen, leesett a kamionról. Na jó, én tényleg megyek. Na, várjon, olcsó lakat, zárjegyes, na. Na, az érdekel. Mennyibe kerül? Azt nem tudom, mert nem tartok. Kérdeztem, hogy érdekli-e. Hát figyeljetek ide, végül is tudtok valamiben segíteni. Na, van egy kis gond a szívemmel, de a TB nem támogatja a műszert. Szóval ami minőségi pacemaker fű alatt. Ha végül is van, de az nem eladó. Na, miért? Mert úgy a szívemhez nőtt. Testvér, én tudok egyet. Keresd meg az apostol együttest. Most hirdették valahol, hogy eladó, kiadó most a szívem. Na jó, tudjátok, mint megsajnáltalak titeket, mégis eladom a telefonom, hiszen annyira akartátok. Na végre, mennyit kérsz érte, mondjad? Hát... Az sok. Figyelj, 180-ét vettem 2 hónapja. Baráti áron. Jó, azt tudjuk, hogy hívnak, most már rendben van. Csak nem nagyon érdekel. Na, szóval, 150. Baráti áron. Akkor most mondd az ellenségi árát. Hát, ha kedvezőbb. Ne csináljátok, mert sehol nem lehet kapni 150 alatt. Hát én 80 fölött igen, az meg pont a 90. Na jó, csak nektek. 140. 140. Doboza megvan? Sajnos otthon van. Na, ugorj haza érte, megvárunk. Addig hagyd itt a telefont, hogy kipróbáljuk. Na jó, hát hülye azért nem vagyok. Na jó van, add ide akkor, 130, na, tessék, jó? Jó, legyen, csak menjetek. Na azt mondja akkor, itt van, tessék, 20, 40, 80, 100... A 60-at kihagytad? Mi, 40 ezres nem fogadsz el, vagy mi van? Mióta van olyan? Fél órája vezették be. Na jó, tessék itt a telefon, szevasztok. Áldjon meg a teremtőt, drága. Legyen szerencsés, az egész familiád 50 ember öltőre előre menőleg. Szervusz, testvér. Sziasztok. Szervusz. Halló?
Karcsikám, van még abból a névjegykártyatartóból? Most adtam el egyet 130 000-ért két hülyének.